Sepsi Szent György. Bömbölő hazafias dalokkal tarkított rendezvényt szervezett Sepsi Szent György főterén a Nemzet útja szélsőséges szervezet. Mint mondták, azért, hogy tudatosítsák a magyarokban, hogy Romániában egy egységes és szuverén nemzetállamban élnek. Választások. Van, ahol előválasztásokra készülnek, máshol véglegesítették a jelölt listákat a június 9-i választásokra. Marosvásárhelyen az RMDSZ nem indít saját polgármester jelöltet, a függetlenként induló Sós Zoltán támogatja. Szováta. Több mint 450-en vettek részt a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete által szervezett gazdafórumon, ahol 8 szekcióban egyeztettek a gazdákat érintő legfontosabb kérdésekről. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! A június 9-i európai parlamenti választások fontosságáról beszélt a Szerda esti 24 plusz című műsorunkban Barti Tihamér, Hargita megyei tanácselnök jelölt, a gyergyószéki RMDSZ elnöke. Hangsúlyozta, aki teheti, menjen el szavazni, hogy az erdélyi magyarság érdekei képviselve legyenek az európai parlamentben. Június 9-én az önkormányzati választások mellett európai parlamenti választások is lesznek, amelynek nem biztos, hogy mindenki érzi a súlyát Székelyföldön. Erről beszélt Barti Tihamér, Hargita megyei tanácselnök jelölt és gyergyószéki RMDSZ elnök a szerdai 24 plusz című műsorunkban. Szerinte minél távolabb van egy intézmény az emberektől, annál kevésbé érzik annak a fontosságát. A polgármester jelölteket, illetve a tanácsos jelölteket általában ismerik az emberek. Azt is tudják, hogy ezeknek mennyi esélyük van egy esetleges győzelemre. Az EP jelöltekről azonban nem hallanak olyan sokszor, így nem érzik a szavazatuk súlyát. Vannak olyan települések, ahol csak egy polgármester jelölt van, emiatt nem mennek el szavazni. Ezeken a helyeken kiemelten fontos hangsúlyozni az európai parlamenti választások fontosságát. Nekünk felelősségünk az, hogy minél inkább eljuttassuk az információt a lakosokhoz, és arra kérjük őket, hogy jöjjenek el erre a választásra is, még akkor is, hogyha a polgármester választáson, ami egyszerre van, csak egy jelölt van. Mert sok településünkön ez lehet egy probléma, hogy egy jelölt van, a lakók úgy gondolják, úgy is fog nyerni az illető jelölt, viszont az európai parlamenti választás szempontjából egyáltalán nem mindegy. Az EP választásokon van egy 5%-os küszöb, amit el kell érni ahhoz, hogy ott lehessünk és beleszólhassunk a döntésekbe uniós szinten is, fogalmazott. Elmondta, Gyergyószéken is rengeteget köszönhetnek az EP képviseletnek. Például 2023-ban minden Gyergyószentmiklóson történt aszfaltozás, Borszéken minden fejlesztés, valamint több iskola és óvoda felújítása is mind uniós alapokból valósult meg. Hangsúlyozta, ha nincs ott az erdélyi magyar képviselet, ahol a politikai döntések születnek, akkor a döntéseket nélkülünk, a szempontjaink figyelembevétele nélkül hozzák meg. Ezért fontos, hogy legyen, aki képviselje a mi érdekeinket is. Március 15-én kudarcba fulladt a Nemzet útja a szélsőséges román nacionalista szervezet sepsiszentgyörgyi provokációja, de Mihály Törnov Jánó a szervezet hírhette magyar ellenes vezetője csütörtök délutánra újabb provokációt szervezett Sepsiszentgyörgy főterén. A szinte elviselhetetlenül hangos akciót hatósági mozgósítással egy idő után leállította Antal Árpád polgármester. Egy közeli tanintézet igazgatója fel is jelentette őket csendháborításért. A provokátorok végül 10 000 lejes büntetéssel térhettek haza. Csak nem 2 órán keresztül teljes hangerővel szóltak a hangszórókból a román, úgynevezett hazafias dalok csütörtök délután Sepsiszentgyörgy főterén. Az akció a Nemzet útja szélsőségesen magyar ellenes szervezethez köthető. A március 15-i ünnepségről kivezetett vezetőjük Mihály Törnvánu közösségi oldalán hirdette meg a demonstrációt, amellyel a szervezők megfogalmazása szerint, idézzük, tudatosítani akarták a magyarokban, hogy az egységes és szuverén nemzetállam Romániában élnek. Azt írták, szívesen vártak minden érdeklődőt egy baráti beszélgetésre. Azonban a szinte elviselhetetlen hangerő ez utóbbira esélyt sem adott.
Mi több, a környező iskolákban és hivatalokban is ellehetetlenítették a munkát. Antal Árpád polgármester ezért a köztéri megmozdulások engedélyezésével foglalkozó bizottságon keresztül leállította a demonstrációt és feljelentést tett csendháborításért. Teljesen egyértelmű volt, hogy a március 15-i az ő szempontjukból kudarcba fulladt akciójuk után frusztráció, dű és bosszúvágy vezérelte Törnov Jánót és csapatát. És hát ezek a megélhetési provokátorok nyilván mindig abban érdekeltek, hogy addig provokáljanak minket, amíg lesz valami balhé. Tamás Sándor Kovászna megye tanácsának elnöke az akciót egy kínai átnevelő táborhoz hasonlította, ahol zene és hangterrorral próbálják módosítani az emberek tudatát. A szélsőséges erők Romániában most már 25 és valószínű 30%-ig fognak részesedni a politikai palettából. Ez egy olyan szélsőséges erő, amely nálunk nélkül kívánja Románia jövőjét építeni. Kizárólag ortodox és kizárólag román Romániát képzel el az AUR és a hozzá kapcsolódó egyéb szélsőséges egyesületek, szervezetek, jelen esetben a Kálea nyámulói is. Hogy ezeket a gátlástalan szélsőséges erőket vissza tudjuk szorítani, a tanácselnök szerint mindenkinek meg kell mozdulni és szavazni az idei választásokon. Rajtunk áll, milyen lesz a jövőnk, vagy a Tamás Sándor, hiszen ha nem mi szervezzük azt, hanem rábízzuk az AUR-ra is testvér szervezeteire, az erdélyi magyar közösség halálát jelenteni. Több önkormányzat szintjén is puskaporossá vált a hangulat a kormánykoalíciós pártok között a június 9-i választások előtt. A párt központi vezetőségének a döntése számít, nem az, hogy ki mit akar, reagálta a Nemzeti Liberális Párt elnöke. A PSD országos politikai tanácsa és a PNL országos politikai bűrója is jóváhagyta a közös európai parlamenti lista a szociáldemokrata, illetve liberális jelöltjeinek névsorát. A döntést megelőzően a lista vezetőként javasolt rá Monák Kiriák bejelentette, hogy személyes okok miatt nem indul az európai parlamenti választásokon. Értesülések szerint egyrészt EU biztos tisztségre pályázik, másrészt pedig nem volt hajlandó beiratkozni a PSD-be. Márcsil Csolákú nem kívánta kommentálni a döntést, újságírói felvetésre pedig közölte, Mihály Tudószé szóba jöhet listavezetőként, azonban erről Nikolaj Csuka liberális elnökkel közösen fog dönteni. Politikai források szerint a liberálisok azonban nem hajlandóak támogatni Tudószét listavezetőként. A PNL és a PSD között több helyi önkormányzat szintjén sem felhőtlen a viszony, mert nem hajlandóak szövetkezni egymással. Csolákú szerint mindenki maga dönti el, hogy milyen stratégiát követ. Úgy döntöttünk Nikolaj Csuka PNL elnökkel, hogy a helyi szervezetekre bízzuk a szövetségek megkötésére vonatkozó döntéseket. Bukarest esetében szerintem jó döntést hoztunk, mert meg akarjuk nyerni a főpolgármesteri tisztséget. A többi önkormányzat esetében a döntést helyi szinten kell meghozzák, és mi ezt tiszteletben fogjuk tartani. Temes megyében például a liberálisok hallani sem akarnak arról, hogy a szociáldemokraták jelöltjeit támogassák, de hasonló a helyzet Brassó megyében is. A PSD elnökkel ellentétben Nikolaj Csuka liberális elnök kemény hangon reagált arra, hogy bizonyos helyi vezetők kritizálják a párt központi vezetőségét. A döntéseket érvek alapján hozzuk meg, nem valakinek az akarata vagy megérzése alapján, és felelősség teljesen felvállaljuk ezeket. Itt felelősségről van szó, nem személyekről, és a Nemzeti Liberális Párt minden tagja a párt célkitűzéseinek az eléréséhez kell felsorakozzon. Nikolaj Csuka közölte továbbá, hogy március 24-ére összehívták a párt országos tanácsát, amelynek egyebek mellett jóvá kell hagynia majd a választási szövetség létrehozását is. Küldött gyűlést tartott tegnap este az RMDS Marosvásárhelyi szervezete, amelyen rangsorolták a tanácsos jelölteket, illetve arról döntöttek, hogy a szövetség nem indít saját polgármester jelöltet, hanem a függetlenként induló Sóz Zoltánt támogatják. Elkészült az RMDS Marosvásárhelyi tanácsos jelölt listája. A lista vezető helyre az alapszabályzatot követve a városi szervezet elnöke Kovács Mihály Levente került. Őt követi Frunda Csenge frakcióvezető, Kelemen Márton a harmadik a listán, míg a negyedik helyen Kerekes Károly volt parlamenti képviselő áll, aki 8 év szünet után helyi szinten tér vissza a politikába. A Maros megyei ifjúsági egyeztető tanács jelöltje Birtalan István Balázs a 7. a listán, a nőszervezet jelöltje Kakasi Blanka pedig a billegőhelynek számító 11. helyen található.
Ugyancsak döntöttek arról, hogy az RMDSZ a függetlenként induló Sós Zoltán támogatja a polgármesterét tisztségre. Utóbbi az RMDSZ frakcióval való eddigi együttműködésről beszélt. Nagyon fontos volt a tanáccsal való együttműködés, hiszen az elkezdett projektek, költségvetések, határozatok, intézményalapítások és mindaz az a temérdek munka, amit az elmúlt 3,5 évben elvégeztünk, az tanács nélkül nem működött volna. Az ő szerepük, küzdelmeik pont úgy meghatározták a 3,5 évet, hiszen valamennyi problémás helyzetben, nehéz helyzetben ugye a polgármester a tanácsra tud támaszkodni. Kovács Mihály Levente, aki a megyei tanács alelnöki tisztségét váltja a városi tanácsosi munkával, elmondta, készen állnak egy új mandátumra. Úgy gondolom, hogy ha a 11 befutó helyen számolunk, akkor az így felállt lista, bár némiképp ugye enyhén akár változhat a politikai tárgyalás nyomán, de alapvetően a jelenlegi frakció tagok közül új és tapasztalt emberekkel kibővülve mindenképp egy becsületes és tisztességes munkát fog tudni végezni a marosvásárhelyi magyarok és marosvásárhelyi közösség érdekében, egyébként ahogy ezt az előző frakció is tette az elmúlt 4 évben. A helyi tanácsos jelöltek listájára bejutónak számító helyeken felkerült még Karácsony Erdei Jetel, Iszlai Tamás, Jakab István, V. Szabó Péter és Csíki Zsolt. A város megyei tanácsjelölti listára a megyei szervezetnek az alábbiakat javasolja: Portik Vilmos, Tamási Zsolt, Bíró Csaba Szilveszter, Ötvös Koppány Bulcsú. A Hargita megyei Gyergyószent Miklóson április 7-én előválasztásokat szervez az RMDSZ helyi szervezete, amelyen eldöntik, hogy kik indulhatnak a szövetség színeiben a helyhatósági választásokon. Az előválasztási listán 3 polgármester jelölt és 35 tanácsos jelölt neve szerepel. 3 polgármester jelölt és 35 tanácsos jelölt neve került fel a Gyergyószentmiklósi RMDSZ előválasztásának szavazólapjaira. A szavazók a tanácsos jelöltek közül 10-et, a polgármester jelöltek közül pedig értelemszerűen egyet választhatnak az április 7-én esedékes előválasztáson. Az érvényes szavazathoz a tanácsosi listán legalább egy női jelöltet is be kell jelölni. Azt szeretnénk, hogy semmilyen formában ne záródjon ki egyik nem képviselője sem. És itt, mivel csak 8 hölgy van, ezért a kizárásos alapon férfiak nem zárodhatnának ki, ha 8 hölgyre szavaz valaki, mert 2 férfi úgy szavazna. De az megtörténhet, hogy szavazna úgy, hogy csak férfiakat szavaz. Ez egyébként az RMDSZ-nek a szabályzatában benne van. Polgármester jelöltként Csergő Tibor, a város jelenlegi polgármestere mellett Len Emil alpolgármester és Eigel Tibor is indul. Ha számot vetünk a lejáró mandátum megvalósításaival, én úgy gondolom, hogy az utóbbi 4 évben Gyergyószent Miklós arculata jelentősen megváltozott, és ezt a munkát folytatni kell. Nem lehet abba hagyni, nem lehet félbe hagyni, hanem mindazt, ami még hátra van, azokat a projekteket, beruházásokat be kell fejezni. Len Emil hangsúlyozta, alpolgármesterként neki is nagy szerepe volt a város vezetésében. Tapasztalattal, önzetlenül és keresztény hittel. Ez a 3 tulajdonság határozza meg leginkább azt, amit ajánlani tudok Gyergyószent Miklós város lakóinak az elkövetkező években, és amiért letettem a jelölésemet a polgármesteri tisztség megpályázására. Az előválasztáson az első 22 legtöbb szavazatot szerző jelölt kerül majd fel az RMDSZ végső jelölt listájára. 70 férőhelyes bölcsőre épül a Hargita megyei Székely-Szentléleken, ma helyezték el az épület alapkövét. Ünnepélyes keretek között helyezték el pénteken a Hargita megyei Székely-Szentléleken az épülő bölcsőde alapkövét, amelybe egy időkapszulát is süllyesztettek. Az eseményen Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke hangsúlyozta, Székelyföldön, a Kárpát-medencében közösséget kell építeni ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni. 2020 végén, amikor a kormányba kerültük, az első javaslatunk az volt, hogy indítsunk egy országos bölcsőde építési programot. És ezt az akkori kormánykoalícióval elfogadtattuk, 255 bölcsődét építünk, épít az ország így,
a következő években. Egy bölcső, de már régóta a lakosság vágya, mondta Kovács Lehel, a község polgármestere, aki úgy véli, ahhoz, hogy a fiatalok itthon maradjanak, eleget kell tenni annak a feltételnek, hogy mindkét szülő nyugodtan, a gyermekét biztonságban tudva dolgozhasson. Hát egy vágy teljesül, egy olyan vágy, amely akkor fogalmazódott meg, amikor igazából a 2021-27-es stratégiát, fejlesztési stratégiát készítettük a községnek, és hát a harmadik helyen az igényekből a bölcsőde szerepelt. A beruházás összértéke 17,5 millió lej, 12 hónapja van a kivitelezőnek a munkálatok befejezésére. A bölcsőde 70 gyereket tud majd fogadni. Ez azért is fontos, mivel a polgármester szerint Farkas lak a községben, amelyhez Székely-Szentlélek is tartozik, évente több mint 60 gyerek születik. Szovátán gyűltek össze a Székelyföldi Gazdatársadalom képviselői. A Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumán több mint 450-en vettek részt, 8 szekcióban üléseztek. Zsúfolásig megtelt a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumának otthont adó Szovátai Danubius Hotel konferenciaterme. Az eseményt nagy érdeklődés övezte, ugyanis több mint 450 gazdaszervezeti képviselő, falugazdász és gazdasági szakember gyűlt össze, akiket Bece István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke köszöntött. Az eddigi tevékenység kiértékelése mellett a szakmai értekezlet legfontosabb célkitűzése a székelyföldi gazdatársadalmat érintő problémák feltárása és az agrárszabályozási rendszer tekintetében felmerülő javaslatok megfogalmazása. 8 szekcióban beszéljük ezeket végig. A mezőgazdaság különböző olyan ágazatai, amelyek jelen vannak Székelyföldön, és ennek a fórumnak a jellegzetisége az, hogy most meghívtuk a páciumi, bánsági, közép-erdélyi kollégákat is, hisz azt szeretnénk, hogy ezeket a javaslatokat, amelyeket megfogalmazunk a román kormány fele, és a képviselő kezébe adunk, az egy erdélyi gazda, magyar gazda javaslat legyen. Bece István hozzátette, a legfontosabb, hogy a kerekasztal beszélgetések keretében lehetőség adódik meghallgatni mindenkinek a javaslatait, és nem csak kizárólag a vezetőség dönt az egész gazdatársadalmat érintő kérdésekről. Magyarország együttműködő partnerként támogatná a külhoni gazdákat, és a közös agrárpolitika módosítására törekszik, miután idén júniustól átveszi az Európai Unió elnökségét. Feladataink vannak, céljaink vannak, lehetőségeink vannak az elnökségen keresztül. Jó egyeztetni, hogy a Kárpát-medencében élő magyar közösségnek milyen érdekei vannak, mik azok, amikre föl kell hívnunk a figyelmet. Milyen dosszé az, amit elő kell vennünk és föl kell tennünk az asztalra? Milyen felelősség hárul ránk Európa jövője érdekében? Vince Lóránt EP képviselő arra mutatott rá, hogy az egyetlen módja annak, hogy jó döntések szülessenek, ha a gazdák és a szakma befolyásolni tudja a politikai döntések meghozatalát. Bízom benne, hogy az Európai Parlamentben ott leszünk, és képviselni tudjuk az erdélyi, a székely gazdák hangját, hiszen egy olyan időszak következik, amikor ismét átalakul az egész gazdatámogatási rendszer, az új agrárpolitika 2027-től lép életbe, annak az előkészítése most fog zajlani, ott kell legyünk, hogy azok az érdekek, amelyek itt Székelyföldön, Erdélyben megvannak, továbbra is előnyt élvezzenek. A Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumán 8 szekcióban üléseztek, szarvasmarha tenyésztés, méhészet, növénytermesztés, zöldség, gyümölcs, gyógy és dísznövénytermesztés, sertéstenyésztés, erdő- és vadgazdálkodás, biogazdálkodás, valamint jó- és kecsketenyésztés témában tartottak kerekasztal beszélgetéseket. Az ország erdőterületeinek csaknem felén tilos lesz a tarvágás. Ezt írja elő az új erdészeti törvény tervezete, amelyet csütörtöki ülésén hagyott jóvá a kormány. Az új erdészeti törvény tervezete az ágazat szereplőivel folytatott széleskörű, komoly és alapos párbeszéd eredményeként született meg, nyilatkozta Mircea Fekét környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy 2008 óta ez az első erdőtörvény, amelyet gyakorlatilag a nulláról kezdve írtak meg, összhangban a 2022-ben elfogadott országos erdőgazdálkodási stratégiával. Az új jogszabály legfontosabb előírásait ismertetve kiemelte. Ha eddig csak a nemzeti parkokra vonatkozott a
szarvágási tilalom, most kiterjesztjük ezt a nemzeti parkokra és valamennyi Natura 2000-es természetvédelmi területre. Összesen több mint 5,5 millió hektárról van szó, amelynek több mint fele erdő. Emellett az új erdészeti törvény lehetővé teszi az állam számára, hogy erdősítsen a tulajdonos által letarolt és elhagyott területeken. Előírja ugyanakkor, hogy falopás esetén megvonják az érintettől a szumál 2 faanyag nyomon követő rendszerhez való hozzáférés jogát a helyzet súlyosságától függően 1, illetve 3 hónapra, vagy akár végérvényesen. A romániai éttermek, étkezdék és más vendéglátóhelyek kötelesek lesznek ingyenesen biztosítani a csapvizet a vízminőségről szóló új törvény értelmében, amelyet kedden fogadott el a képviselőház. Ingyenes ivóvizet kell biztosítsanak az éttermek, vendéglátó egységek az elosztó hálózatból. A törvénytervezetet döntőházként fogadta el a képviselőház. A törvény az emberi fogyasztásra szánt ivóvizet a következőképpen határozza meg. Bármilyen típusú víz, akár természetes állapotában, akár kezelés után, amelyet ivásra, főzésre, ételkészítésre, vagy bármilyen más háztartási célra szánnak, mind köz, mind magánhelyiségekben, függetlenül annak eredetétől és attól, hogy elosztó hálózatból vagy ciszternából szolgáltatják, vagy tartályban palackozzák, beleértve a forrásvizet is. A szolgáltatás egyébként már több nyugati országban elérhető, de Romániában még soha nem volt törvénybe iktatva. Vannak helyek, ahol zokszó nélkül adnak egy pohár vizet, máshol azonban határozottan megtagadják. Szántó Katalin, marosvásárhelyi étterem tulajdonos híradónk érdeklődésére elmondta, ez nem jelent különösebb nehézséget. Szerinte jó kezdeményezés. Abból a célból találták ki ezt a törvénytervezetet, hogy csökkentsék a műanyagfogyasztást, és az emberek egészségesebb italokat fogyasszanak, ugyanis így automatikusan egy ebéd után kap egy pohár vizet, és akkor nincs rá kényszerítve, hogy esetleg egy cukoros üdítőt fogyasszon el. Az éttermeknek, az étkezdéknek, bároknak, kávézóknak és egyéb vendéglátóhelyeknek ugyanakkor jól látható helyen kell tájékoztatni a vendégeket, hogy az egységben kérésre ingyenes ivóvizet adnak a csapból. A törvény már csak az államelnöki kihirdetésre vár. Helyi és hagyományos termékek tavaszi kiállítása és vására zajlik Csíkszereda főterén. A szombat estig tartó rendezvényen minden megvásárolható, ami az ünnepi asztalra szükséges, de a húsvéti ünnepkör elmaradhatatlan kellékei is beszerezhetők az ételszenteléshez szükséges kosártól, a barkáig és az írott tojásig. Huszonöt termelő vette át a székely termékvédjegy használatát igazoló tanúsítványt Csíkszeredában a helyi és hagyományos termékek tavaszi vásárának megnyitóján. A védjegyet olyan élelmiszerek, kézműves termékek, illetve kis termelésben gyártott termékek kapják meg, melyek helyi alapanyagokból, hagyományos receptek alapján és Székelyföldön készülnek. Az osdolai méhészek például hás és repcemézükre kapták meg a védjegyet. Megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, és mi is gazdagíthatjuk ezt a kört, és képviselhetjük a vidékünket. Büszkék vagyunk termékeinkre. 222 termelő több mint 1500 termékét ítélte úgy a bírálóbizottság, hogy méltó a székely termékvédjegyre. A védjegy egyfajta garanciát jelent a minőségre, de Hargita megye tanácsa próbál más előnyöket is nyújtani azoknak, akik megszerzik a tanúsítványt. Pályázatok, tanácsadás, és a legfontosabb dolog tényleg az, hogy piacra tudjanak juttatni a székely termék készítőink, és az elkövetkező 4 évben szeretnénk erősíteni, hisz szeretnénk elérni, hogy telefonon keresztül a világ bármely sarkára lehessen székely termékeket rendelni, a minőségbiztosítást különböző laborok bevonásával erősítsük. A székelytermék védjeggyel rendelkező termelők a havi rendszerességgel tartott vásárokon ugyanúgy, mint az évente 4 alkalommal szervezett nagyvásáron is, a legelőnyösebb sandokon kínálhatják portékáikat. A tavaszi vásáron ezek mellett a húsvéti asztalra szükséges sonkát, kalácsot, sajtot, akár csak az írott tojásokat, vagy ünnepi lakástextiliákat is megvásárolhatták az érdeklődők. Kovács András Ferenc munkásságának emlékére KAF költészeti díjat hoz létre a Látó Szép Irodalmi Folyóirat szerkesztősége az Aranka György Alapítvánnyal közösen. A díjat a Marosvásárhelyi és a Maros megyei önkormányzat finanszírozza,
A nyertes nevét a Magyar Költészet napján hozzák nyilvánosságra. A Kovács András Ferenc Költészeti díj egy első lépés azon az úton, amely a költői hagyaték feldolgozására irányítja rá a figyelmet. Így jelentette be a Látó folyóirat szerkesztősége a KAF költészeti díj létrehozását, amely a magyar költészet kiemelkedő alkotóit hivatott elismerni. Itt lakott, itt alkotott fontos meghatározó személyiség, mind a magyar irodalom, mind pedig Marosvásárhely kulturális életének. Tehát, hogy ezzel általában tartozunk a barátainknak, vagy az elődeinknek, vagy egyáltalán mindazoknak, akiknek a tudása és a művészete számunkra fontos. A díjat egy 7-tagú szakmai kuratórium döntése alapján olyan 65 évnél fiatalabb hazai vagy külföldi költők kaphatják meg, akik magyar nyelven alkotnak. Az egyszeri 2000 eurós pénzjutalomban részesülő alkotó nevét minden évben április 11-én a Magyar Költészet napján hozzák nyilvánosságra. A szakmai szempontok azok figyelembe veszik ennek a költészetnek elsősorban nyilván a minőségét, de fontos lesz az is, hogy ez a költészet milyen politikai eszközökkel működik, tehát szempont lesz a formai fegyelem, a nyelvi, mesteri tudás, a különböző műveltségelemek használata, a közéleti érzékenység, a nyitottság, a kíváncsiság, a formai játék. A sajtótájékoztatón részt vett Csóth Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, valamint Kovács Mihály Levente, a Maros megyei tanács alelnöke is. Elmondták, a kultúrát nem szabad és nem is lehet pénzben mérni, viszont a kultúra fenntartása pénzbe kerül, ezért támogatják és finanszírozzák egy ilyen díj létrehúzását. Sóz Zoltán kiemelte, kezdeményezni fogja, hogy Marosvásárhelyen az egyik utca Kovács András Ferenc nevét viselje. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.